A Hamas vezető Ismail Haniyeh teheráni meggyilkolását óvatos visszafogottsággal kezeli a világ, egy szélesebb körű közel-keleti háborútól tartva. Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője vietnámi látogatása során kijelentette, hogy több információra van szükség, mielőtt véleményt nyilvánítana a történtekről. Még több információra van szükségem, hogy véleményezzem az eseményt, de előtte volt egy eszkaláció a határon, és a háború a gázai övezetben folytatódik. Beszéltem Bouhabib libanoni külügyminiszterrel, amíg Laosban voltam. Most csak annyit mondhatok, hogy egyeztetnünk kell arról, miként oldható a feszültség a háború kiszélesedésének elkerülése érdekében, ami az egész régióra és azon túl is hatással lenne. Jelenleg tűzszünetre van szükségünk a gázai övezetben. A kínai külügyminisztérium szóvivője élesebben fogalmazott a Hamas vezető likvidálásáról. Nagy figyelmet fordítunk erre az incidensre, határozottan ellenezzük és elítéljük a merényletet. Mélységesen aggódunk amiatt, hogy ez az eset eszkalációhoz és zavargásokhoz vezethet a térségben. Kína mindig is támogatta a regionális viták tárgyalásos, párbeszéd útján történő megoldását. A gázai övezetben a lehető leghamarabb átfogó és tartós tűzszünetet kell elérni a konfliktusok és konfrontációk további eszkalálódásának elkerülése érdekében. Az Egyesült Államok védelmi minisztere is aggódik a közel-keleti helyzet esetleges eszkalálódása miatt, de elkerülhetőnek tart egy nagyobb háborút a térségben. Washington azért megduplázta az Izraelnek nyújtott amerikai támogatást. Ha Izraelt megtámadják, mi biztosan segítünk megvédenie magát. Láthatták, hogy ezt tettük áprilisban, és számíthatnak rá, hogy ismét ezt fogjuk tenni. De mi nem akarjuk, hogy ilyesmi történjen. Ezért keményen fogunk dolgozni azon, teszünk azért, hogy csökkentsük a feszültséget és a problémákat diplomáciai eszközökkel kezeljük, nyilatkozta Lloyd Austin. Ali Khamenei, Irán legfőbb vezetője kemény megtorlással fenyegeti Izraelt, miközben Izrael továbbra is tűz alatt tartja Dél-Libanont.